Köszöntök mindenkit a frakciómai, Fidesz frakciómai sajtótájékoztatóján, amelynek témája a tegnap ismerté vált brit népszavazás eredményét követően nem meglepő módon a Brexit, és ennek Magyarországra gyakorolt hatása. Először is azt szeretnék egyértelmű tenni, hogy a magyar gazdaság erős alapokon áll, ezért maga az angol kilépés, ami egy hosszú, legalább két éven át tartó folyamat lesz, nem jelent fenyegetést a magyar gazdaságra nézve. Ami a gazdasági adatokat illeti, a nagyjából 145 milliárd eurós Európai Uniós költségvetésből a visszatérítésre, még Margaret Thatcher által kiharcolt visszatérítésre is tekintettel, mintegy 8%-át fizetik ennek az összegnek, 12,9 milliárdot fizetnek a britek, ami azt jelenti, hogy ennek a 8%-nak egy egészen kicsiny tört része az, amelynek Magyarország haszonélvezője. Tehát nem vitás, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió második legerősebb gazdasága, az sem vitás, hogy nettó befizető, de számszerűen az a befizetés és ennek az ebből Magyarországra eső rész rendkívül csekélynek, szinte elhanyagolhatónak mondható. Tehát fontosak a britekkel lezajló tárgyalások. Tudjuk, hogy az Európai Unió alapszerződésének 50. cikkelye ad lehetőséget a kilépésre. Ezt a lisszaboni szerződést teremtette meg, korábban ilyen lehetőség egyébként írásba foglaltan nem volt. Azt is, hogy ez egy két éven át tartó folyamat, de összességében szeretnénk jelezni, hogy míg a politikai veszteség rendkívül komoly, a gazdasági veszteség is Európa egészét nézve természetesen komoly lesz, attól is függ, hogy milyen megállapodásra jut Nagy-Britanniával a különböző területeken az Európai Unió. Addig az nem lehet vitás, hogy összességében sem az Európai Unió gazdasági erejét, sem a magyar gazdaság erejét alapvetően nem sodorja veszélybe a brit kilépés. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a politikai következtések levonását. A politikai következtések levonása megtörtént az egyik oldalon, hiszen tegnap a brit miniszterelnök jelezte, hogy októberrel távozik hivatalából. Nem történt ugyanakkor még meg, úgy látjuk, a politikai következtések levonása a másik oldalon, a bizottság oldalán. Természetesen nem lemondásra akarjuk a bizottság vezetőjét, vagy az Európai Parlament vezetőjét felszólítani, de tény, hogy jelentős mértékben járult hozzá az Európai Unió és az Európai Bizottság politikája ahhoz, hogy ma ilyen mértékben népszerűtlen az Európai Unió Nagy-Britanniában, és legyünk őszinték, számtalan tagországban az a félelem, ami egy hasonló népszavazás eredményével összefüggésben kialakult, az is ennek köszönhető. Önmagában beszédes, hogy egy közösség vezetőit, az Európai Bizottság és az Európai Unió vezetőit mindenki érezte, hogy legjobb elrejteni a Brexit kampány időszakában, hiszen hogyha ők személyesen is kampányoltak volna a bemaradás mellett, az még tovább csökkentette volna a brit bemaradásnak az esélyét. Ennél nagyobb szegénységi bizonyítvány alig ha lehetséges egy közösségnél, hogy a vezetőire nem büszke, a vezetői nem előnyt jelentenek, amikor a közösség mellett kell érvelni, hanem egyértelműen hátrányt. Továbbra is az a véleményünk, hogy sok oka van a brit kilépésnek, de hogyha az Európai Bizottságában a bevándorláspolitika területén meghallotta volna az emberek hangját, akkor nem került volna sor erre a döntésre, nem lett volna akkor többsége a kilépés melletti kampánynak. Nagy-Britannia polgára egyértelműen úgy látták, hogy a brüsszeli politika nem védelmet biztosít számukra, hanem rá kívánja kényszeríteni az akaratát az egyes tagállamokra, és ezzel a nemzeti hatásköröket szűkíti, a polgárok biztonságát pedig a bevándorlás politikai döntésekkel kifejezetten veszélyezteti, ahelyett, hogy megvédené. Úgy gondoljuk, hogy a Magyarország számára is, és az Európai Unió számára is természetesen sokkal jobb lett volna, hogyha a britek az Európai Unió tagjai maradnak. Magyarország számára külön is veszteség Nagy-Britannia kilépése, hiszen mi az Európai Unió jövőjével kapcsolatos legfontosabb kérdésekben, amikor föderális Európáról vagy a nemzetállamok Európájáról beszélünk, akkor mindig szövetségeset találtunk a britekben, sőt a V4-ek, a Visegrád 4-ek is mindig szövetségeset találtak a britekben. Ilyen szempontból számunkra külön is szomorú és fájdalmas a tegnapi népszavazás eredménye. Ennek ellenére világos, hogy a demokráciában az emberek véleménye számít, az emberek világos többséggel döntöttek Nagy-Britanniában arról, hogy nem kívánják a továbbiakban Nagy-Britannia uniós tagságát. Ennek nyilvánvalóan még számtalan közösségi jogi és nemzetközi jogi következménye lehet. Nagy-Britanniára nézve is, Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatrendszerében is, és természetesen Magyarország az Unió részeként vesz részt ezekben a tárgyalásokban, amit döntően, és ezt egyértelművé teszi a lisszaboni szerződés, az Európai Tanácsnak, tehát az állam és kormányfőkből álló Európai Tanácsnak kell
lefolytatnia. Magyarország továbbra is határozottan azt a véleményt fogja képviselni, hogy nem akarunk Európai Egyesült Államokat, a nemzetek Európájára van szükség, és azt is egyértelművé fogjuk tenni, hogyha az Európai Bizottság ezt a fajta bevándorláspolitikát képviseli, annak más tagállamokban is hasonló következménye lehet. Elsősorban egyébként a nyugat-európai tagállamokra gondolunk, hiszen Közép- és Kelet-Európa államai eddig meg tudták védeni magukat az Európai Bizottság kényszerbetelepítési kísérletei ellen. Úgy gondoljuk, hogy lényegesen jobb megoldás a kilépésről szóló népszavazással szemben az, hogyha egyes területeken, ahol nem értünk egyet a bizottsággal, ott tesszük egyértelműen a különvéleményt, és ott kérjük meg a választópolgárokat arra, hogy Brüsszelben is hallható módon nyilvánítsák ki a véleményüket, ezért tartjuk kiemelkedő fontosságúnak azt a népszavazást, amelyre szeptember második felében vagy október elején fog sor kerülni a köztársasági elnök úr által kiírt időpontban és az ő döntésének megfelelően. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha a bevándorláspolitika terén sikerül Brüsszelt arra kényszeríteni, hogy változtasson az alapvetően elhibázott, a közösségi jogot is sértő álláspontján, akkor az európai együttműködés jövője az sokkal biztosabb lesz, mint hogyha a kényszerbetelepítés eszetlen terveit folytatja Brüsszel. Egyértelműen szeretnénk tehát azt tenni, hogy mi hiszünk Európában, egy erős Európában, de Európa nem lehet erős akkor, hogyha nem hallja meg saját polgárainak hangját. Európa demokráciákból áll, ezért végső soron az európai polgárok döntéseinek, véleményének az európai politikában is meg kell nyilvánulnia. Ennek hiánya ilyen fájdalmas veszteségekhez vezet, mint amit most Nagy-Britannia részéről láttunk. Végül azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság levonná ebből a megfelelő következtetéseket, nem lehet antidemokratikus módon a tagállamok véleményének figyelmen kívül hagyásával, számtalan döntés kikényszerítésével és diktátumokkal vezetni az Európai Uniót, hogyha ezt a jövőben, hogyha ezen az Európai Bizottság tud változtatni, akkor úgy gondoljuk, hogy az európai együttműködés jelenlegi formájának is komoly jövője van, és mi ebben vagyunk érdekeltek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha van kérdés, akkor igyekszem rá válaszolni. Tessék. Ugye nem véletlenül volt különösen Németországban az a vélemény rendkívül erős, még a népszavazást megelőző hetekben és főleg napokban, hogy in is in, out is out, tehát ha valaki bennmarad, akkor az Európai Uniós tagsággal együttjáró kötelezettségeknek is eleget kell, hogy tegyen, viszont élvezi az együttjáró előnyöket is. Ha viszont valaki kilép, akkor az ezzel együttjáró előnyöket nem élvezheti. Ebben e tekintetben nehéz lenne vitatkozni ennek az álláspontnak a helyességével. Ráadásul nyilván, hogyha az Európai Unió jövőjét tartjuk szem előtt, akkor ha úgy ki lehet lépni a közösségből, annak összes előnyét a jövőben is élvezi valaki, de például a költségvetési befizetési kötelezettsége már nem áll fenn, akkor innentől kezdve nagyon nehéz lenne más országokban is az uniós tagság mellett érvelni. Tehát nyilvánvaló, hogy Nagy-Britannia azzal, hogy nem marad az Európai Unió tagja, a jövőre nézve a négy szabadság érvényesülésének lehetőségét, esélyét, vagy ha úgy tetszik, mert a választópolgárok ezt is mondták, veszélyét elveszíti, vagy nem kell ezekkel számoljon. Ami a magyarokat illeti, nyilván a magyar kormánynak abban a legalább két éves tárgyalás sorozatban, ami a kilépésig elvezet, és ahol az óra akkor indul, amikor a brit kormány bejelenti a kilépési szándékot, a legfontosabb érdeke az, hogy a magyar állampolgárok érdekeit képviselje, és mi soha nem vitattuk a szabad döntéshez való jogát a külföldi munkavállalás tekintetében. Függetlenül attól, mert ez egy másik vita, hogy ezt jónak vagy rossznak tartjuk egyébként, ha ez életvitelszerűen és hosszú távon így történik. Éppen ezért a brit szándék is a mostani nyilatkozatok alapján az, és az uniós szándék is az, hogy aki már most ott dolgozik, az valamilyen automatizmussal a munkavállalási engedélyt a jövőre nézve is meg fogja kapni. A magyar kormány egy ilyen mechanizmus kidolgozásában érdekelt, tehát mi azt szeretnénk, hogyha azok a magyarok, akik ott egzisztenciát teremtettek, amíg ezt az egzisztenciát ott kívánják fenntartani,
addig jogi akadály ennek ne legyen. Természetesen mindenkit hazavárunk, de jogi akadály ne legyen az ottani munka folytatásának. Onnantól kezdve, hogy Nagy-Britannia kilép az európai közösségből, onnantól kezdve természetesen a szabad munkavállalás az eddigiekhez hasonló mértékben nem lesz adott. De akik már ott dolgoznak, mostani ismereteink szerint az angol szándék is az, hogy ők automatikusan, vagy majdnem automatikusan kapják meg a munkavállalásra vonatkozó engedélyt a jövőre nézve is. Igen. Két kérdésem van, az első, hogy amikor bevándorlókra gondolnak a Brexit kapcsán, és ugye a miniszterelnök úr például népvándorlást említett a legfőbb okok között tegnap reggel a rádióban, akkor kérem tegye egyértelmű, hogy pontosan milyen bevándorlókra gondolnak, tehát Szíriából, vagy háború elől menekülőkre gondolnak, illetve a kelet-európai munkavállalók tömegére, akik azért szerepeltek a nagy-britanniai kampányban a Brexit mellett. Egyrészt, hogy ha egyértelművé kell tennem a magyar álláspontot, az a könnyebb, a brit álláspont valóban bonyolultabb, mert ebben a népszavazási kampányban minden összekeveredett. A brit álláspont szerint természetesen mindenki bevándorolnak minősült, legalábbis a kilépés támogatók szerint, az is, aki az Európai Unió munkavállalás szabadságával élve érkezett Nagy-Britanniába, természetesen az is, aki az Európai Unión kívülről érkezett bevándorlóként. De a helyes megfejtése a kérdésnek természetesen az, hogy az Európai Unión belül mi arra szerződtünk egymással, ez a közösségi jog alapja, hogy a munkavállalás az Európai Unió polgárainak az Európai Unió területén bárhol szabad. Ezért itt a bevándorlás ebben a formában értelmezhetetlen fogalom, nem létező kategória. Mi a bevándorlás alapján mindig is az Európai Unión kívülről érkezőkről beszélünk, és azokról, akiknek egyébként nem jár menekült státusz, tehát akiket nem illet meg a menekült jog. A mi véleményünk szerint Európában egyébként szinte senkit nem illet meg, hiszen a nemzetközi egyezmények alapján az első biztonságos országban illet meg mindenkit menekült státusz. Miután az Európai Unió közvetlen határainál, hála jó Istennek, se polgárháború, se más egyéb üldöztetésnek, polgárháború nem folyik, sem más egyéb üldöztetésnek senki nincs kitéve. Ezért az én véleményem az, hogy nemzetközi jogi kötelezettsége az uniós jog alapján a befogadásra az Európai Uniónak néhány egészen csekély számú kivételtől eltekintve nincsen. Tehát bevándorló az, aki az Európai Unió területén kívülről érkezik, a jobb élet reményében érkezik ide, és független attól, hogy jogosult erre vagy sem, itt kívánja az életét leélni, szociális ellátást igénybe venni, jobb esetben munkát vállalni. Értem, és vajon a brit választók is, nem is ez a kép volt a bevándorlókról, amikor úgy döntöttek, hogy kilépnek? Nyilván a brit választók fejében sokféle kép élt a bevándorlókról, például azok a Calais jelenetek is, amikor a teherautókra az Európai Unió területén kívülről érkező bevándorlók próbáltak felugrani, hogy így jussanak el Nagy-Britanniába, és kétségkívül egyébként a Közép-Európából érkező munkavállalók is, tehát én azt nem vitatom, hogy Nagy-Britanniában ez a két fogalom ez nem különült el egymástól, de azt viszont állítom, hogyha az Európai Unión kívülről jövő bevándorlást az Európai Bizottság és az Európai Unió helyesen kezelte volna, az önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy ez a téma, a bevándorlás ilyen negatív szerepet, gyakorlatilag a kilépést eredményező szerepet ne játsszon a brit kampányban. Második kérdés, hogyha még egy picit más, Szakás Sándor az Állami Veritas Intézetnek a főigazgatója, az egy budapesti portálnak azt a Numerus Clausus-szal kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy hát ez nem volt jogfosztó szerinte, jogkorlátozó volt, nem ismeri el nulladik zsidó törvénynek, és hát bizonyos csoportoknak még kedvezett is szerinte. Ez több ellenzéki párt emiatt az ő azonnali lemondását és távozását kéri. Fideszben mit gondolnak erről? Természetesen minden faji alapú törvényt tűrhetetlenek és elfogadhatatlanak tartjuk, magát a gondolatot, a felvetést, a kategóriát is. Az egy más kérdés, hogy természetesen történészi viták folynak azzal kapcsolatosan, hogy a II. Világháborút megelőző időszakban a német nyomás hatására az onnan jövő elvárásoknak mennyiben tett eleget a Numerus Clausus első zsidó törvény, de én szerintem történészi vitákat pedig nem a politikának kell lefolytatni. Azt szeretném csak egyértelműteni, hogy bármilyen faji alapokon álló jogi rendelkezést azt összeegyeztetetlenek tartunk a jogállamisággal, a demokráciával és mindazzal, amin ma a magyar alkotmányos rend áll.